kenyér világnapja alkalmából kedveskedhetünk önnek egy kis kenyérrel. Még süteménnyel sósat vagy édeset tetszik szeretni? Sósat. Nagyon szépen. El tetszik tudni venni? Pékárukat kóstolhattak meg a nyíregyházi Kossuth téren járókelők. A Pékek Világszövetsége 2001-ben határozta el, hogy október 16-a legyen a kenyér világnapja. Ez alkalomból a pékek a világ minden részén adományokat adnak a rászorulóknak. Szabolcs Szatmár Berekben 6 pékség segítette támogatásával a rendezvényt. Ez a nap nem csak a kenyér világnapjáról szól, hanem arról is, hogy ezen a napon szeretnénk népszerűsíteni a kenyérnek a népszerűségét, a fontosságát, ugye egyik legfontosabb alapvető élelmiszerünk a kenyér. Nagyon érdekes, hogy ez napon van az élelmiszer pazarlásnak a világnapja is, és meglepősen tapasztaltam, hogy második helyen szerepel a pékáruk a pazarlásban. És azt gondolom, ez arra is alkalmas ez az alkalom, hogy eljussunk oda, hogy az embereknek a vásárlási szokását a kenyérek kapcsolatosan megváltoztassuk, hogy ne vásároljanak nagy mennyiségű kenyeret, inkább az egészséges, kovásszal készült, magvas termékeket vásárolják, és ezáltal az egészségesebb lesz az ételmiszerfogyasztás, könnyen megemészhető a kovásszal készült kenyér, és az adó nem is beszélve sokkal több ideig eltart, mint egy hagyományos fehér kenyér. A világnapon mintegy 4 más a kenyeret, és csaknem 4000 pékárut osztottak szét Nyíregyházán. Lakatos Tibor elmondta, az elmúlt 10 évben jelentősen visszaesett a kenyérfogyasztás, de beszélt a szakma kihívásairól is. A napokban ugye a lisztár emelés az egy jelentős terhet fog jelenteni. Ugye a malmok már bejelentették, hogy a lisztnek a minőségeivel is probléma van, hiszen a leadott búzának a 70% a takarmány minőségi búza, csak a 30% az étkezési búza, úgyhogy mi is ezzel szenvedünk mi pékek, hogy megfelelő minőségi lisztet találjunk a kenyérnek az előállítására. És ugye ami nagyon nagy terhel lesz januártól a bérköltség növekedés, és ugye a bérköltség a pékeket különösen hátrányosan érinti, hiszen mi döntően éjszaka dolgozunk, meg délután, meg éjszaka, és ezek a pótlékok jelentős mértékben rárakódnak a munkabérekre, úgyhogy azt gondolom, hogy 25 egy nehezebb év lesz, mint az elmúlt évek. Hozzátette, a legnagyobb probléma az utánpótlás nevelés, hiszen a fiatalok nem akarnak éjszaka és hétvégén dolgozni. A munkaerőhiányra az egyik megoldás a gépesítés. Erre az elmúlt hónapokban jelentek meg pályázatok, amik enyhíthetik a szakma nehézségeit.